Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Ajka TV híradóját látják szeptember 25-én, hétfőn. Nézzük legérdekesebb témáinkat röviden. Megújult két hadisír a Csékuti temetőben. A kolontári Szent Kút búcsúi miséje. Ajka rajtja 35-ször. Az erőműnek működnie kell, hiszen a város nem maradhat sem távhőszolgáltatás, sem meleg víz nélkül, és a munkahelyeket sem kívánjuk megszüntetni, de a tulajdonosok tartsák be a környezetvédelmi előírásokat, hangsúlyozta Baranyai Krisztina, az Együtt környezetvédelmi szakpolitikusa szombati sajtótájékoztatóján, amit Molnár Tiborral, az Együtt regionális politikai igazgatójával és képviselőjelöltjével közösen tartott Ajkán. Baranyai Krisztina kiemelte, hogy a magyar környezetvédelmi szabályozás harmonizál az uniós szabályozásokkal és szigorú, csak be kellene tartani azokat. A gond nem a jogszabályokkal, hanem a szabályok betartását ellenőrző hivatalokkal van. A környezetvédelemnek 2010-ig minisztériuma volt, jelenleg viszont a Földművelés ügyi minisztériumhoz tartozik, ahol a hungarikumokkal azonos kérdésként kezelik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon fontos a civil kontroll, ami Ajkán erőteljesnek mondható. Amikor a lakossági és civil tiltakozás nyomán, a ti tiltakozásatok nyomán fellángolt ez a történet, és egy kicsit a média és az érdeklődés középpontjába került, hirtelen rögtön megváltoztatták a környezethasználati engedélyt, hirtelen szigorúbb előírásokat léptettek érvénybe az erőműre, hirtelen megkövetelték tőle, hogy pénzt áldozzon arra, hogy egyrészt megfigyelje az általa kibocsájtott szennyezőanyagokat, és megmérje, másrészt azt pontosan és a valóságnak megfelelően jelentse a hatóságoknak. Hogy ennek a méréssorozatnak a kapcsán, ami ugye feltárta, hogy folyamatos a szennyezés, történt-e kötelezés, történt-e nagyobb mértékű büntetés kiszabása, azt jelen pillanatban nem lehet tudni, de hogyha azt vesszük, hogy itt minden állampolgárnak alaptörvényben rögzített joga a tiszta és egészséges környezethez való jog, akkor ennek alapján ezt a gyárat már régen be kellett volna zárni. Helyreállított első világháborús hadisírok ünnepélyes átadására gyűltek egybe a tiszteletadók a Csékuti temetőben szeptember 23-án. A munkálatok elvégzéséhez a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a centenárium kapcsán kiírt pályázat útján sikerült forrást szerezni. A szombati megemlékezésre Kovács Viktor, az Ajkai Evangélikus Egyházközség lelkésze hívta össze az érdeklődőket. Két síremlék újult meg a Csékuti temetőben. Ifjú Gazdag Dánieli, aki a kárpáti harcokban golyó által halt meg 28 évesen, és Antal Páli, aki a magyar királyi 20. népfelkelő gyalogezred vitézeként 41 évesen áldozta életét a hazáért. A felújítást segítő pályázat kiírásával az volt a cél, hogy ébren tartsák a társadalmi emlékezetet, ezáltal hozzájáruljanak a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. Mindig az a nagy kérdés, amikor egy ilyen alkalomra összejövünk, és az utóbbi időben többször is volt szerencsém megemlékezésen részt venni hősi halottak, ról való megemlékezése. Mindig az a nagy kérdés, számomra legalábbis az a nagy kérdés, hogy miért vagyunk itt. Azon túl, hogy természetesen emlékezünk, azon túl, hogy visszagondolunk és egy történelmi tény fölött elmélkedünk, mi az, ami előre mutató tud lenni a számunkra egy ilyen alkalommal. Két idézetet hoztam, amelyek talán csak egy rövidebb kommentárral, de szerintem nagyon jól összefoglalják azt, hogy tulajdonképpen miért vagyunk itt? Először mindenek előtt is, hogy mondjam, mindenek fölött egy jézusi mondatot hadd olvassak föl, János apostolnak a tollából származik. Ezt mondja Jézus, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Azt hiszem, ez egy olyan mondat, ami nem szorul különösebb kommentára. És a második mondat pedig Robert E. Heinlein írótól származik, így szól: a legnemesebb küldetés, amit egy ember magára vállalhat, az, hogy készen áll halandó testét pajzsként szeretett hazája és a háború vigasztalan riasztása és pusztítása közé állítani.
azt hiszem ehhez sem kell túl sok kommentárt hozzáfűzni. Azért vagyunk itt, hogy tisztelegjünk, és azért, hogy erőt merítsünk az ő példájukból, bátorságukból, és hogy tegyünk azért mindannyian, hogy ne legyen ilyen megemlékező alkalmakra szükség. A megemlékezésen részt vettek az első világháborús díszőrség tagjai, valamint Szabó János főhadnagy evangélikus tábori lelkész is, aki a népfelkelőkről szólt és hangsúlyozta az elesett katonák áldozathozatalát a hazáért, a családért, amely hálára kötelez mindnyájunkat. Kérte, hogy a két síremlék legyen a szeretet és a hazaszeretet jele mindörökre. Nyomatékosan megerősítette a Kovács Viktor által János evangéliumából idézett részt, amelynek lényege, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Dr. Gazdag Miklós, ifjú Gazdag Dániel egyik leszármazottja elcsukló hangon beszélt őséről és családjáról, majd megköszönte a gondoskodást a felújításban közreműködőknek. A beszédek után a sírokhoz vonultak a megjelentek, ahol elhelyezték az emlékezés és a tisztelet virágait, koszorúit. A kolontári Szent Kurt búcsúi miséjére ajkaiak is elzarándokoltak szeptember 24-én. A Bánki Donát Természetbarát Egyesület minden évben hagyományosan megszervezi az utat. A résztvevők 11 órakor gyülekeztek a Csónakázótónál lévő szoborparkban és Bakongyepesen a Művelődési Háznál. A két csoport még Ajkán találkozott, majd együtt tették meg az utat a kolontári Szent Kútig, ahol Áment Mártont, a búcsúi zarándokút vezetőjét, a Szent Kútról szóló könyvek szerzőjét köszöntötték a mise előtt. A misét Nagy Nándor ciszterci atya és a pápai plébános Szijjártó László celebrálta. A szertartás alatt Meggyesi Ferenc atya gyóntatta a híveket. Nagy Nándor elmondta, a remény, a bizalom és a hit vezette az arándokokat a Szent Kúthoz, hogy közösen imádkozzanak a szűzanyához. A mai vasárnap, Szentírás vasárnapjának az ünnepe és a szűzanya tisztelete, bár talán elsőre nem szembetűnő, szépen mégiscsak egymásba kapcsolódnak. Az Isten terveinek, szeretetének üzenetei, az emberekért való aggódásának, törődésének a szavai, melyek áthatják a Szentírás minden lapját, a szűzanya személyében szinte életre kelnek, szinte testet öltenek. És nem is csak szinte, hanem valóban testet öltenek, hiszen Jézus Urunk a szűzanya igenje által, az ő beleegyezése által, szabad akaratával, s valódi közreműködésével valóságos emberré lehetett. Az Isten kimondott ígérete, szava, az évezredeken átvárt kimondott ige, a szűzanya méhében lett hús-vér emberré és testé. A szűzanya alakja nem valami távoli, nem valami megfoghatatlan messzeségben lebeg, itt van közöttünk. Elzarándokoltunk ide a Szent Kúthoz, ahogy a mise elején is mondtam, a bizalom és a remény helyéhez, hiszen a bizalom és a remény hozott most ide bennünket. Valóban különleges és kiváltságos hely ez. És nem csupán arra gondolok most, ami első olvasáskor engem is nagyon megdöbbentett, hogy különös módon a katasztrófa elkerülte, kikerülte ezt a helyet, ami igazából semmi gyakorlati okkal nem volt magyarázható. Bár már ez is elgondolkodásra kell, vagy kellene, hogy késztessen bennünket. Áldásért, a különleges kérések meghallgatásáért zarándokolnak el ide többen is. Vagy megpihenni, vagy hálát adni. Azért, hogy valóságosan is, de jelképesen is merítsenek ebből a kútból, és nagybetűvel írva most a kutat. És milyen szép ez a szimbolika, a kút, amiből, vagy sokkal inkább mondjuk úgy, akiből a valódi nagybetűvel mondott és írt víz fakad. Maga a szűzanya ez a kút, ő adja, rajta keresztül kapjuk a valódi és az éltető vizet, Jézus.
Szüreti délután tartott az idősek gondozóháza csütörtökön, szeptember 21-én. Az eső miatt az épületben tartották a rendezvényt. A lakókat, hozzátartozóikat, a meghívott vendégeket Horváth Istvánné, az érdekképviseleti fórum elnöke és Horváth Eszter részlegvezető köszöntötte. Sajnos az időjárás nem volt velünk kedves, beszorultunk ide az intézménybe, de hát sok jó embert is helyen is elfér, igyekeztünk úgy rendezni a termeket, hogy elférjünk. A részlegvezető külön köszöntötte a nyugdíjas klubok képviseletében megjelent tagokat, az intézmény nyugdíjas dolgozóit, lakóit és hozzátartozóikat, a munkatársakat, valamint a társintézmények képviseletében megjelenteket. Az ünnepségen az intézmény igazgatója, Mihályi Melinda és az önkormányzat szociális és igazgatási irodájának a vezetője, Péntek Magdolna is részt vett. Az ünnepség az érdekképviseleti fórum bizottságának elnöke, Horváth Istvánné megnyitó beszédével vette kezdetét. Mi már hagyományá vált az idősek otthonába a születi mulatság megrendezése. Hát ahogy az Eszter elmondta, sajnos az idő nem kedvezett nekünk, de én úgy gondolom, hogy azért egy kis vidám délutánt a lakóknak sikerül produkálni. Itt, ahogy hallottam, a műsor az biztos, hogy nagyon jó lett, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. A gondozóház munkatársai minden évben más-más produkcióval igyekeznek a lakóknak örömet szerezni a szüreti délutánon. Most a Hanghullám országos tehetségkutató verseny döntősei Szűcs Tamás és Iván Anna látogatott el a meghívásukra. Anna és Tamás 4 ismert dallal teremtett jó hangulatot, majd a Bahar Orientális Tánc és Kulturális Egyesület hastáncosai adtak vidám műsort. A hangosításról Pomázi László gondoskodott. A műsor után az otthon dolgozói mindenkit megvendégeltek virslivel, pogácsával és gyümölccsel. 35. alkalommal dördült el a startpisztoly a nagy népszerűségnek örvendő Ajka rajtja futóversenyen szeptember 22-én pénteken. A rendezvény, amelyen az első osztályostól a felnőttekig várták a jelentkezőket, a mobilitási hét egyik nagy érdeklődésre számot tartó programja volt. A sportcentrumban és környékén több százan álltak rajthoz, hogy megtegyék a korcsoportjuknak kijelölt távot. Délután 14:30-tól már elkezdtek gyülekezni a futók a sportcentrum területén, hogy benevezzenek a város egyik legnagyobb sporteseményére. A versenyt a Sportváros Nonprofit Kft. Szervezte, mintegy 1000 résztvevőre készülve. Remélem, hogy a rossz idő ellenére már, ami a héten volt, ugye, de szerencsére ma ugye megjavult, remélem, hogy az előző évekhez hasonlóan csúcsdöntésre kerül a sor. Változott-e valami az előző évekhez képest a korcsoportok és a távok kialakításában? Nincs változás, ugyanúgy 5 korcsoportban rendezünk meg a versenyünket, 5 különböző távon. Nyilván a legkisebbek versenyeznek a legrövidebb távon 800 méteren, a leghosszabb távunk pedig innen a sportcentrumból a Tesco mögötti úton, vissza a kerékpárúton, Ifjúság utca és úgy be a Sport utcán, tehát ez körülbelül ilyen 2,5-3 kilométeres futómennyiséget jelent. Volt olyan résztvevő, akinek a célja a dobogós helyezés volt, mások csak azért jöttek, hogy felmérjék, hol tartanak. A sportolókat és kísérőiket Utasi István önkormányzati képviselő, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke köszöntötte. Külön kiemelte, hogy a világbajnoki ezüstérmes sakkozó Gál Zsóka is részt vesz a versenyen. Mint mondta, a program töretlen népszerűségnek örvend. Jankó Ilona és Király Csaba a kezdetektől tevékeny segítői a rendezvénynek. A befutók közül a leggyorsabbak díjazásban részesülnek. Ezen a versenyünkön az első 3 helyzetet díjazzuk minden korcsoportban és férfiaknál, nőknél, lánynál, fiúknál természetesen. Érmet, pólót kapnak az első 3 helyzetek, és ezen kívül rengeteg felajánlás van, amit tombolaként sorsolunk ki a résztvevők között. A legkisebbeknél, akik 800 métert futottak a sportcentrum pályáján, 107 futó állt rajthoz. Ebben a korcsoportban Illés Viktória, valamint Irocki Ambrus futott be elsőnek. A második korcsoportban, amely 110 fővel a legnépesebb volt, 1200 méteren Országi Zsófia és Molnár Levente volt a leggyorsabb. A harmadik korcsoportban Országi Anna Petra, illetve Palkovics Tamás futotta a legjobb időt.
ők 2000 métert tettek meg. A 2003-2004-ben született lányok közül Pegán Ágnes, a fiúknál Rózsa Csongor Boldizsár ért elsőként célba. A szintén a negyedik korcsoportban versenyző 40 éven felüliek kategóriájában Józsa Bettina, valamint Körösi Kornél állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Itt a táv 2400 méter volt. Az ötödik korcsoportban a 40 év alattiaknál a sorrend 3400 méteren dőlt el, a győztes Országi Sára és Koller Krisztián lett. A második helyezett Hubai Tímea, a legkisebbeknél második és harmadik helyezett ikerpár Santiago és Gabriel édesanyja. Az Országi családból mind három leány, Zsófia, Anna és Sára is a dobogó legfelső fokára állt a korcsoportjában. Az Írocki testvérek, Ambrus, Lázár és Gellért mindegyikük dobogós helyen végzett. A díjakat Geri Gyula, a Sportváros Kft. Ügyvezetője adta át. Az FC Ajka első gólja után még egyenlített a Pénzügyőr SE az MB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában, de még az első félidőben sikerült eldöntenie a mérkőzést a hazai csapatnak. Az első két fordulót követően most vonultak le először győztesként a pályáról Rozmán László tanítványai, akiknek kárpotlást jelenthet a siker a szerdai Érd ellen vívott Magyar Kupa mérkőzésért. Akkor 11-es csatában alulmaradtak a fiúk. Ilyen a futball, szerdán jó játékkal nem sikerült tovább jutnunk. Ma a csapat a szívét kellett, hogy kitegye a pályára, ma kevésbé ment jól a játék. Borzasztóan örülünk ennek a nehezen, de azt gondolom, hogy megérdemelt sikernek. Az FC Ajka jelenleg 10 ponttal a 7. helyen áll, de 7 meccs helyett eddig csak 6-ot játszottak. A Gyirmót elleni elhalasztott mérkőzést október 4-én pótolják, előbb azonban még egy megyei rangadó vár a gárdára, szombaton 16 órakor a VLS Veszprémet fogadják a Sportcentrumban. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni figyelmüket. Szeptember 24-én vasárnap Döbrentei gyalogos nyílt túra indul Németh Ferenc vezetésével. A résztvevők az ajkai buszpályaudvaron találkoznak 8 óra 10 perckor. A túráról érdeklődni a túravezetőnél lehet a 30 40 28 047-es telefonszámon. Szeptember 30-án szombaton rendezik meg a gyermek és ifjúsági horgász versenyt a Lőrintei Kistón. A találkozás 7 óra 15 perckor lesz a Lőrintei horgásztanyánál. A nevezés, a helyek kisorsolása és elfoglalása 7:30-tól kezdődik. Ajka város polgármestere szeretettel meghívja a város lakóit az Ádám István Park névadó ünnepségére, amire 2017. szeptember 29-én 16 órakor kerül majd sor Ajkán, a kaszinó előtti téren. A rendezvény alkalmából emléktáblát helyeznek el az Új Élet utca 5-ös számú ház falán, amelyben dr. Ádám István hosszú éveken át lakott. Október 2-án hétfőn 16 óra 30 perctől a gyermekkórusok és a felnőtt kórusok, valamint a zeneiskola növendékeinek hangversenyét hallgathatják meg a Bánki iskola aulájában a Zenevilágnapja alkalmából. Október 3-án kedden 15 órakor rendezik meg az idősek világnapját a Művelődési Központ Színház termében. Az aradi vértanúk emléknapján október 6-án szombaton 17 órakor kezdődik a megemlékezés és a koszorúzás a templom dombi kopjafánál. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket. Kedden reggel még felhős lesz az ég, később azonban ritkul a felhőzet, a hőmérséklet 20 Celsius fok körüli csúcsértékre emelkedik. Szerdán a hőmérséklet tekintetében nem lesz jelentős változás, napsütésben viszont nem igazán lesz részünk, egész nap felhős idő várható. Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat honlapunkon is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik, Facebook oldalunkon pedig üzenhetnek is szerkesztőségünknek. Legközelebb friss hírekkel szerdán este 7 órakor jelentkezünk. Mai adásunk ismétlését kedden reggel 9 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát, kérem maradjanak velünk!